Szekszárd megyei jogú város, humánszolgáltató központja 5 szakmai egységgel foglalkozik. Ebből 2 az, ami bentlakásos intézményként is funkcionál. Az egyik a családok átmeneti otthona, a másik a hajléktalan segítő szolgálat. Itt átmeneti szálló és éjjeli menedékhely működik. Ugye a mi intézményünk az átmeneti szállás az 6 férőhelyes, az éjjeli menedékhely az 25, ebből 20 férfi és 5 női férőhelyen rendelkezünk, de ilyenkor télen a vörös kód kiadásától függetlenül is a nappali melegedő intézményünket mindig biztosítjuk arra, hogy ha valaki jelentkezik itt a téli időszakban, tehát november 1 és április 30 között, akkor matracok lefektetése segítségével a nappali melegedőben is tudnak aludni, illetve a hideg ellen védelmet szerezni. Tolna vármegyében a vörös kód idején adódó feladatok ellátásának a koordinátora a Pécsi Támasz Alapítvány. Itt szükség esetén a lakosság is kérhet segítséget a diszpécser szolgálattól. Tolácziné Varga Zsuzsanna elmondta, a humánszolgáltató központ utcai szociális munkát is végez. A téli időszakban éjszakánként keresik a bajba jutott embereket. Amennyire lehet, akkor mindenféleképpen, hát vagy takaróval, élelmiszerrel mindenféleképpen segítik, de megpróbálják őket a intézménybe behívni, hiszen maga a védelem és egyáltalán az, hogy tisztálkodnak, enni tudnak, az ott az intézményben történik. Az intézményvezető szerint Tolna vármegye hajléktalan ellátórendszere nem eléggé kiépített. Úgy véli, vannak olyan hátrányos helyzetű térségek, mint például a Tamási járás, ahol ez a szolgáltatás nincs megoldva, ezért ebben a területen a vármegye fejlesztésekre szorulna. Segítségkérés esetén a diszpécser szolgálat telefonszáma a 72-es körzetszám 233-169, a szekszárdi hajléktalan segítő szolgálaté pedig a 74-es körzetszám 511-393.